Nagykanizsa megyei jogú városkerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése, kötött gyűjtésű automata kerékpár kölcsönző rendszer kialakítása. E címet viseli az a projekt, melyre városunk önkormányzata sikeresen pályázott. A kivitelezés ez évben be is fejeződik. Nagykanizsa kerékpáros barát település, ezt tudni kell. Itt az elmúlt időszakban városunkban több minden történt, amely a kerékpárosokat szolgálja. Ugye kerékpár utak épültek az elmúlt esztendőben, adtunk át körülbelül 3 kilométernyi kerékpár utat. Az egyik az éppen a Petőfi utca, vagy a Petőfi utca végénél szakadt meg, hogy úgy mondjam. Ez a mostani projekt, ez a mostani pályázat és a közösségi közlekedést és a kerékpáros közlekedést szolgálja, ami folyamatban van. Ez egy 100%-os támogatottságú beruházás pályázat, tehát önrészt a városnak nem kellett ezt tenni. Körülbelül 223 millió forintról van szó. Kerékpár utat fogunk építeni, illetve már most folyamatban is van. Ez a Petőfi utcától a Budaernő utcáig, tehát az ipari parkba tudnak eljutni majd kerékpárral a városlakók. Ez körülbelül egy ilyen kilométernyi kerékpárutat jelent. Emellett autóbusz megállók épülnek, illetve újítunk fel autóbuszöblöket. Egyet hadd említsek, a Palini az örömére, mert hogy már régóta húzódik az Alkotmány utcai buszmegálló, és megépül az idén, ősszel, illetve hát most már télbe menően. Valamint azok a kerékpárok, amelyek itt beszerzésre kerültek, 80 kerékpárról van szó, ez egy kerékpár kölcsönző rendszert szolgál. A városban 10 dokkoló hely, 10 dokkoló állomás lesz, ahol a kerékpárokhoz lehet jutni. Akinek ugye erre van jogosítványa, a Via Kanizsa fogja üzemeltetni ezt az egész rendszert, és azt mondja, hogy ő szeretné igénybe venni ezeket a kerékpárokat, akkor a Via Kanizsához besétál, és azt mondja, hogy ő vásárol egy ilyen kártyát, amely kártyára természetesen pénzt kell feltölteni, majd ő annak, aki ezt igénybe veszi, és akkor oda megy a dokkolóállomáshoz, ezen kártya segítségével tud hozzájutni ahhoz a kerékpárhoz, amellyel ő itt a városban kerékpározhat, aztán egy másik dokkoló helyen lepakolhatja, tehát nem feltétlenül oda kell visszamenni, ahonnan ő elvitte. Ha azt látja a rendszer, mert hogy ezt üzemeltetni kell, a Via Kanizsa részéről lesz majd erre egy kolléga, ha azt látja, hogy valamelyik dokkoló állomásban már kifogytak a kerékpárok, ott már csak egy van, és valahol máshogy pedig nagyon megszaporodtak, akkor természetesen ezeket mozgatni kell. A rendszer látja azt, hogy ezek a kerékpárok hol vannak, tehát ilyen GPS-szel ezt követni lehet, és így megoldható ez a kérdés. Ez a város lakókat és az ide látogatókat is szolgálja. Én bízom abban, amely több városban, itt legközelebb hozzánk Hévízen működik, és jól működik, és biztonságos, és eddig még semmi olyan információm nekem nincsen, hogy eltűnt volna a bicikli, vagy megrongálták volna a kerékpárokat. Egyébként majd megfigyelő, térfigyelő kamera is lesz a dokkoló állomások közelében, ez egy picit talán távol tartja az nem egyenes úton járókat. Tehát a városlakókat és az ide látogatókat szolgálja, és nem lesz drága természetesen. A városnak nyilván pénzébe kerül a működtetés, azt majd meglátjuk, hogy működik. Én bízom abban, hogyha kitavaszodik, és elővesszük otthon is a kerékpárjainkat, akkor lesznek, akik ezt kipróbálják, és egy kis idő kell, mert minden újtól egy picit félünk, tartózkodunk, de jön a jó idő, és biztos vagyok abban, hogy működni fog, azon leszünk. És amit finomítani lehet ennek a működtetésén, akkor azt meg fogjuk tenni.